Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé. Az idei év eddigi talán legsokoldalúbb podcastja következik több értelemben is. Lesz benne szó képregényekről, a képregények elképesztő nemzetközi piacáról, hősökről, katonákról, hazaszeretetről, és még sok minden másról. Köszöntöm Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok. Én pedig Benke Dániel. Még április végén volt a könyvtárban a Hadak útján hadtörténeti előadás sorozat egy állomása, ahol Posgai Gyula grafikus és dr. Posgai Péter tartalékos főhadnagy tartottak előadást. Velük beszélgettünk akkor. Hogyan találtak egymásra? Igazából a 2021-es Molnár László születésének 100. évfordulóján megtartott nagyszabású soproni megemlékezésen találkoztunk. Vitéz nemes Molnár László így 1921-ben született, 1944-ben hunyt el. Ő egy pumapilóta volt, és a halála napján ő volt a legeredményesebb magyar vadászpilóta. 101-es honi légvédelmi osztály. Ők a magyar légtérnek a vadászgépekkel való biztosítását látták el. Mennyire kiemelkedő az ő alakja katonai egyéb szempontból? Abszolút kiemelkedő, mert ezt a önmagában is igen magas légigyőzelmi szám volt, a 25 igazolt légigyőzelme volt, ezt mindössze 132 bevetésen érte el. Ez igazából elmondható minden akkori magyar pilótára, hogy emberfeletti bátorság szükségeltetett ahhoz, hogy nap mint nap szembeszálljanak a több tízszeres túlerőben lévő ellenséggel, de ők ezt mind gondolkodás nélkül megtették, és közülük Molnár volt az egyik legeredményesebb. Alapvetően 1944 nyarán indult az úgynevezett amerikai szezon, amikor is az amerikai légierő elkezdte Magyarországot is bombázni. Molnár László alapvetően június 14-től vett részt a honi légvédelemben. Innentől kezdve ők hihetetlen legjobb napjukon is 20-1 volt az amerikaiaknak a számbeli fölénye, de volt 80 vagy akár 100-1 is. És mégis ezek a pilóták, ezek megtámadták. Előfordult az is, hogy Molnár ketten a kísérőjével pillantottak meg egy nagyobb bombázó köteléket, 200-ra becsült ellenséges köteléket, és annyi volt, hogy támadunk. Ön hol találkozott a nevével először? Az az igazság, hogy Sopron-bánfalvi születésű vagyok, és az ő sírja Sopron-bánfalván van. A család Sopronba költözött, amikor Molnár László 3 éves volt, így ő ott nőtt fel, ott szocializálódott, a család onnantól kezdve ott él. Egy része még a mai napig is ott él. Számomra ez már gyerekkoromtól kezdve egy meghatározó volt a légcsavaros sír a hősi temetőben. Mindig szerettem volna katona lenni, de civilre sikerült a pályám, ugyanis én civilben ügyvéd vagyok. Viszont szerettem volna katonai szolgálatot is ellátni, illetve a honvédelemben részt venni a magam módján. Amikor 2017-ben megnyílt a lehetőség arra, hogy területvédelmi tartalékos szolgálatot lehetett vállalni, akkor éltem ezzel a lehetőséggel. Rengeteg légi győzelme volt, amikor a magyar légteret védték, és ugye sokszor fölmerül, vagy te is megkapod ezt a kérdést, hogy vajon ezek az emberek miért vállalták ezt a feladatot, amit mondjuk mondhatunk úgy is, mint hogyha öngyilkos küldetés lenne, miért vállalták azt, hogy ekkora túlerővel szembe is harcba szállnak? Ugye Molnár és a generációja, ők már a két világháború közötti generáció, és ők ebben a felfokozott hazaszeretet és a hazáért való mindennapos munkálkodás milliójében nevelkedtek, nőttek fel, ezt szívták magukba, ezért nekik ez természetes volt. Illetve ugye szoktuk mondani majd napig, hogy a jó katona az azért harcol kitartóan, nem azért, mert utálja azt, akivel szemben áll, hanem mert szereti azt, aki mögötte. Ez nagyon igaz volt Molnárékra. Például az egyik hazaírt levelében, miután rengeteg ellenséges bombázót lelőttek, véget ért ez a támadás, utána írja erről az időszakról a levelében. Körbenézünk a szigligeti rom mellett, ugyanez a kép, és körbe roncs, roncs és roncs, mindenütt és fekete lobogó mágia. Égő felkiáltójel, büntetlenül nem lehet a magyar se gyilkolni. 9 darab 4 motoros lángol, csak közvetlenül tapolca mellett. Tehát ezeknek az embereknek ez volt az egyetlen szempontja, hogyha 9 vagy 10 bombázót is lőnek le, mondjuk a 200-ból, az a 9-10 bombázó már nem fogja a bombaterhét magyar városokra ledobni. Volt egy előadás gyerekeknek. Hogy lehet ezt a mai gyerekeknek elmondani? Értik ezt a fajta elhivatottságot, ezt a fajta katonai szemléletet egy mai 10 éves
Tudja-e? Szerintem ez korra való tekintet nélkül a mai kor emberének abszolút felfoghatatlan. Alapvetően nem is innen kezdtük velük a beszélgetést, hanem bemutattam rengeteg képet Molnár Lászlóról, mint kicsi gyermekről, aztán mint középiskolásról, és nem csak mint a tablóképen pózoló eminens tanulót, vagy nem csak mint a kiváló sportembert a versenyszámok közben, hanem csíntevések közben is készültek róla fotók, beszéltem arról is, hogy ő bizony mikor tett rossz fát a tűzre, milyen volt diák éveiben. Tehát itt láthatták, hogy hogy készül a hős, hogy az ugyanolyan gyermek ugyanúgy tanul, szeret, játszik, sportol, csintalankodik, mint bármelyik gyermek bármelyik korban. Viszont az a tisztelet és feltétlen szeretet, ami eleinte ugye a családdal szemben van meg, utána az kiterjed az egész hazára, a közösségére, ez meghatározta az egész életét. Minden leveléből az süt, amiket még a keleti fronton a Szovjetunióból is írt haza. Ő annak tudatában volt, hogy ő bizony a hazáját védi, akár még messze a hazától is, mert távol tartja a szeretteitől a bajt, és mindig csak erre tudott koncentrálni, hogy akiket megvéd. Mi történt vele pontosan? Ő igazából 1944. augusztus 7-én, mint a magyar biztosító kötelék parancsnoka szállt fel, német romboló gépeket kellett biztosítaniuk. A Balaton felett köröztek és várták az alkalmat, hogyha belebotlanak amerikai brit kötelékekbe, akkor felvegyék a harcot. Molnárék észlelték, hogy a nap felől amerikai vadászgépek érkeznek. Többször jelezték a légirányítás felé, de az folyamatosan olyan információt adott, hogy ezek visszatérő német felderítők. Ezért szigorúan megtiltották, hogy bontsák az alakzatot, és továbbra is az amerikaiakat nem észlelő németeket biztosítva kellett repülniük. És Molnár többször próbálta figyelmeztetni a németeket, miután nem volt közvetlen rádió kapcsolat a német és a magyar gépek között, ezért fizikailag próbált őket figyelmeztetni, nem járt sikerrel, így lényegében célponthoz repültek csak az amerikaiaknak. Erős a gyanunk, hogy valószínűleg a magyar frekvenciára ráállva magyarul beszélő amerikai adta fals parancsokat, és így mészároltak le. Aznap rendkívül súlyos veszteséget szenvedtek a németek is, magyarok is. Nem tudjuk pontosan, hogy halt meg Molnár, mert nem volt szemtanú, ő volt az első, akit lelőttek, miután előre húzott, hogy a németek mellé repülve is figyelmeztesse őket, és ebben a pillanatban érte a találat. Ez volt az utolsó alkalom, amikor látták a bajtársai, még lelőtték azt a gépet, amelyik lelőtte az ő repülőjét. Innentől kezdve nem tudjuk, hogy mi történt, hogy akkor szerzette végzetes sebet, feltételezhetően el tudta hagyni még a repülőgépet, de arra is vannak feltételezések, hogy adott esetben az ejtőernyőjén lógva lőtték le az amerikaiak, ami akkor is tilos volt már, ahogy ma is, de különben nem volt egyedül, tehát aznap még egy bajtársát bizonyíthatóan az ejtőernyőjén lógva lőtték le az amerikaiak. De holtteste előkerült, hogy akkor oda van eltemetve, amit mondod? Igen, augusztus 13-án találták meg a Káld melletti farkas erdőben a holttestét egy szilvafára fennakadva az ejtőernyőjén lógva, és 14-én eltemették Sopron-bánfalvi hősi temetőben. Kezében tart egy könyvet. Mi ez a könyv? Ez a könyv a Kard és Penna kiadó 2020-as kiadványa, az ifja Sarkadi Sándor professzor úrnak az Oroszlán a Pumák között című könyve. Ez részletesen foglalkozik Molnár László életével. Elsősorban a család által megőrzött fényképek, dokumentumok és rengeteg levelezés. Itt van velünk Pozsgai Gyula is, akinek az ölében hát nagyon szép kiadású képregények találhatóak, és hát Molnár Lászlóhoz is van köze. Nekem a nagypapám a II. Világháborúban a gyorsbombázóknál szolgált, ő nem pilóta volt, hanem navigátorlövész. Gyerekként nagyon sok ilyen háborús történet mesélt. Ugye abban a rendszerben a II. Világháború az egy ilyen tabu téma volt. Ráadásul én tőle tanultam a rajzolás alapjait is, mert nagyon sokat és szépen rajzolt. Elültette bennem a repülési iránti szeretetet, az érdeklődést. Aztán végül más pályára mentem, tehát én építésznek, aztán közgazdásznak tanultam. Folyamatosan rajzoltam, és az lett a hivatásom is, meg számítógépes játékfejlesztés. Időnként én elővettem a nagypapámnak a történeteit, és így megrajzoltam pár dolgot. Anyukámnak a idősebbik öccse egyszer jelezte nekem, hogy ő úgy emlékszik, hogy van otthon még egy doboz nála, amiben vannak különböző kitüntetések, családjegyek, amiben előkerült az egyik ilyen bevetésüknek a konkrét naplója, minden olyan részlet, hogy milyen magasan repültek, milyen volt az időjárás, mi volt a célpont, stb. Mert egyébként ez egy olyan sztori, ami úgy ragadt meg bennem, hogy nagypapám itt mesélt, hogy egyszer megtámadott minket 9 orosz vadászgép, 2 lelőttünk, a többi elmenekült.
Ezt úgy kell elképzelni, egyetlen egy magyar gyorsbombázó harcolt 9 szovjet vadászgép ellen, és győzött. Előkerült ez a sztori, ettől a nagypapámtól tanultam a rajzolást, mi lehet a legszebb dolog, ami ezzel a történettel megörökítem, mint képregény. Elkezdtem. Ez volt az első akkor? Igen, csináltam korábban képregényeket, főleg marketing céllal, grafikusként dolgozom. Ezt is úgy elkezdtem, megrajzoltam 4-5 oldalt, közben kezdtem el nézelődni, egyébként van-e ilyesmire példa a világpiacon. Nem vagyok egy nagy képregény rajongó gyűjtő. Akkor elkészültem 4-5 oldalra, feltöltöttem egy nemzetközi repülős művészeti aviation arts csoportba, ahol egy nap alatt kaptam rá, hogy 650 lájkot, meg vagy 100 kérdést, hogy ki adja ki, mikor lesz kész, milyen nyelven jelenik meg, hol lehet megvenni, és az többi írtam, hogy hát sajnálom, még ezt csak úgy gondolkodok rajta, hogy mi lenne belőle, de mondom, ha lesz rá igény, és befejezem valamikor hobbiként, akkor lehet, hogy keresek rá kiadót. És lehet, mert látom, több is van itt. Nem kellett kiadót keresnem, másnap jött egy üzenet a svájci székhelyi francia nyelvű piacra dolgozó kiadótól. Megegyeztünk, így indult el, hogy már volt egy francia kiadóm, egy teljesen magyar történetre. De akkor ez azt jelenti, hogy több nyelven jelennek meg ezek a képregények? Igen. Hány nyelv? Tehát hány országban lehet ezt olvasni? Eddig az Öreg Tigris és az Ifjú Oroszlán is, ami Molnár Laciról szól. Az Öreg Tigris az a nagypapámékról szól. Francia piacon bestseller lett, és a holland piacon is bestseller lett. Franciául, ami azt jelenti, hogy francia, belga, hollandul és magyarul, és most fog megjelenni mind a kettő Lengyelországban is lengyelül. Tehát Franciaországban ezekre a történelmi dolgokra ilyen nagy igény van? Ott ezt nagyon komolyan veszik? Franciaországban a képregény az a kultúrának a szerves részét képezi. Ez nagy alakú, kemény fedeles. Nem a klasszikus, mutatjuk a kockás hahot, az mikorosztályunk azt ismeri. Ez egy komoly könyv, és nem rajzoltak a képek benne. Rajzoltak, csak én most már digitális technikával rajzolok főleg, ami azt jelenti, hogy sokszor készítek ceruzavázlatot is, azt beszkennelem, és utána digitálisan húzom, kérdezi, digitálisan színezem. A francia képregénypiac az nagyon-nagyon vegyes. Francia országban nem a könyvesboltokban van egy-egy képregénybolt, ott külön képregényboltok vannak. Ezek hiteles történetek, tehát nem kitalált eseményeket dolgozok fel, hanem valós történelmi dokumentumokat veszek alapul, és azokra építem fel a sztorit. Van, ahol ki kell találni hozzá dolgokat, mert nem kerülhet elő minden adat sajnos, de egyébként történelmileg, ami benne van, az úgy megtörtént. És ezért választottam ezt a kifejezetten realisztikus stílust, hogy ezt a valószerűséget ezzel is hangsúlyozzam. Mit szólnak ehhez a mai diákok? Tehát ez segít mondjuk közelebb vinni őket ehhez az egészhez, amiről már beszélgettünk? Körbeadtuk ezt is, igyekeztem kicsit ilyen filmes hangulatúra venni, tehát hogy nem eltúlzóan, de azért látványos kompozíciókat lángolnak benne, robbannak benne, légiharcolnak benne. Sokkal gyorsabban feldolgozza az ember a látványt, akár olvasás nélkül is. Hát meg ezek a fiatalok a számítógépes játékokhoz vannak szokva. Igen. Ugyanakkor szöveg az relatív kevés van benne, sokkal könnyebben feldolgozható, tehát a komoly téma, a háborús téma is vizuálisan könnyen feldolgozható módon van ábrázolva benne, és én úgy veszem észre, hogy jól működik. És én bízom benne, hogy így ezzel a fiatalokat is meg lehet szólítani, de egyébként maga a téma az nem csak a fiatalokat, tehát ez a fajta képregényes feldolgozás. Franciaországban is meglepő volt, hogy felnőttek és rengetegen. A hazai piacon ezt még a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a képregény, ez sokkal inkább a fiataloknak. Mennyire fontos az, hogy ezeknek a személyeknek a története ne merüljön feledésbe, legyen mindig valaki, aki beszél róluk, képregényt rajzol róluk, előadást tart, és most beszélhetünk ugye Molnár Lászlóról, vagy Szent Györgyi Dezsőről, tehát mennyire fontos az, hogy mondjuk a II. Világháborúban hősi halált katonákról valamilyen formában megemlékezzünk. Nekem ez egy különösen fontos hivatásom, mi korábban a családi könyvkiadóval is azért csináltuk az egészet, mert a hősöket szerettünk volna bemutatni, akiknek követhető és követendő a példájuk. Én azt gondolom személy szerint, hogy hősökre minden korban szükség van minden nap, nem kell hozzá háború, amilyen nehéz harcolni és akár az életünket adni a háborúban a hazáért, pont ugyanolyan nagy kihívás a békében minden nap becsületesen és jó hazafiként úgy dolgozni a társadalomért és a hazáért. Úgyhogy én azért gondolom, hogy mindenképpen mondhatjuk úgy, hogy jó állampolgárt nevel az emberből, hogyha ilyen kitűnő emberek példái veszik körül. Mert hogy ezek az emberek, Molnár Laci is és Gyula nagypapája is, vagy az összes többi hős is, ők ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi, se többek, se kevesebbek,
a lélek az, ami számít. Szokták mondani a katonáinknál, hogy mi a bátorság, hogy az a bátor, aki egy másodperccel tovább mer a másiknál. Ennyi a különbség. De hogy ezt a másodpercnyi, de mégis hatalmas világokat megváltoztató lelki erőt, ezt honnan vegye az ember, nem tudja máshonnan venni, csak hogyha belül megacélozzák ezeknek a dicső hősöknek a példái. Nekem ugye azért különösen fontos, mert egy családi történettel indítottam, tehát nekem ez családi kötődésem is van, és egyébként azért voltak rá emberek kíváncsiak, hogy fú, valaki megrajzolt a saját nagypapájának a történetét. Azt éreztem külön felelősségnek, azon túl, hogy tényleg az a bajtársiasság, az a hazaszeretet, amivel ezek a többségük 20 éves srácok harcoltak, az egyrészt besülendő, plusz valahogy azt is bemutatta, hogy ők is emberek voltak, tehát nem egy megközelíthetetlen félistenek. Nyilván nem lesz bárkiből hős, de hogy igazából olyan fiatalok, akik legszívesebben ők is mentek volna kutyával, macskával sétálni, barátkoztak volna, barátnőket kerestek volna, őket a háború tette, a helyzet tette hősökké, de tényleg életüket adták volna a barátjaikért, a családjukért, a hazáért. És ez mindenképpen követendő példa. Aminek én nagyon-nagyon örülök, az az, hogy úgy veszem észre, hogy ez határok nélkül is érték. Most már nem azt nézik, hogy Magyarország melyik oldalon állt, kikivel harcolt, hogyan, hanem hogy nemzeti hősöket tudok bemutatni gyakorlatilag a világnak, mert hogy egyre több nyelven megjelenik, és bízom benne, hogy továbbiakban is hasonló sikerrel megfog. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés, ugyanakkor felelősség is, hogy ezt olyan módon tudjam megtenni, hogy méltó emléket állítsak ezeknek a hősöknek. Köszönjük szépen. Lapozzanak képregényeket, érdemes, hiszen nem is gondolnánk, hogy milyen személyes történetek, emberi sorsok lehetnek egy-egy történet mögött. Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmüket, búcsúzik Varga Tünde és Benke Dániel. Viszont hallásra. Viszont hallásra.